Amikor már mindenki lemondott a Szalai Balázs Bunkoci László autós párosról, a tapasztalt versenyzőknek sikerült elhárítaniuk a problémát, és rajthoz állhattak a Bisavadia-Davasir 475 kilométeres mért szakaszon. Az Opel Mokkát a 44. helyen hozták be a célba. 60-nak indultunk a tegnapi nap, és 40. helyre feltornáztuk magunkat, de utána a kormányunk kitörött, és még a kormány oszlop is lejött róla, úgyhogy ki kellett azt cserélnünk, megszereltük ott a sivatagba, végmentünk, hát valamikor éjfél után értünk be egyébként a táborba, de sikeresen teljesítettük a tegnapi napot. A mai nap egyetlen problémánk volt, hogy hátul indultunk 162. pozícióba, úgyhogy amiatt rengeteg por és rengeteg előzés volt. Újabb jó futamot teljesített a Fazekas Károly vezette kamionos csapat is, amely a 475 kilométeres távot a 16. idővel teljesítette a Scaniával, és összesítettben a 17. helyen állnak. Nagyon boldogok vagyunk, hogy egyáltalán beértünk, mert reggel nem adtunk volna érte még 10 forintot se, mert a kocsink nincs teljesen jó formában, valamiért nem megy a motorunk, ilyen fele teljesítményünk van, mint szokott lenni. De végig küzdöttük a pályán, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy itt vagyunk. Most megpróbálunk még egy motorvezérlőt cserélni benne, hát ha ez segít rajta, azt meglátjuk. Genes Emmanuel 3 perc hián 5 óra hosszát töltött a pályán, a futamot pedig a 35. helyen fejezte be. A Mále MotoGP osztályban megtartotta vezetőhelyét, de csökkent előnye a litván Galázninkásszal és az olasz Gyerinivel szemben. Az első részében volt egy ilyen 15-20 kilométeres dűne szakasz, ami nagyon puha volt. Hát, többször is vissza kellett forduljunk, hogy megpróbáljuk újból. Sajnos ott kétszer beástam a motort, úgyhogy ott megelőztek vagy 4-5-en. De utána a második felébe vissza tudtam őket hozni, de együtt értünk be, tehát a napon megvertek, de tudtam egy kicsit a veszteségen hozni még. Szegmeister Gábor sokkal jobban teljesített, és a 81. lett a második szakaszon, így összesítettben 3 helyet javított. Ma eldöntöttem azt, hogy megyek a Dakaron. Tegnap még gondolkoztam rajta, hogy mi legyen, mert a tegnapi nap az nagyon nehéz volt számomra. Éjjel úgy keltem fel, hogy hatalmas izomlázaim voltak, tele raktam magam magnéziummal, kálciummal, minden immunerősítőt megittem, ami csak volt a táborba. Elindultam, nagyon fáztam a motorról reggel, habár felhúztam minden kabátot, ami volt a táskámba. Ugye elmentek ezzel mindentől már reggel korán, gondolkozok azon, hogy otthon kávézhatnák simán, minek vagyok már itt motoron 50 évesen. De aztán kisütött a nap, és utána megváltozott minden, és ahogy rátértem a gyorsági szakaszra, utána elindult minden úgy, ahogy kell. A versenyzők maradnak Wadiad-Davasirban, hiszen a harmadik szakaszt, amely 403 kilométer lesz, a környező sivatagban hajtják.